Zárva a szekszárdi városi bölcsőde bejárati kapuja, a kerítésen pedig felhívásban kéri az intézményvezető, hogy a szülők lehetőleg még itt adják át a gyermekeiket a gondozónőknek, így stábunk sem léphetett be az intézménybe. Odabent viszont továbbra is gyerekzsivajtól hangosak a termek. A héten itt és a város valamennyi bölcsődéjében és óvodájában megkezdődött a dolgozók koronavírus szűrése. Ebben a bölcsődében valamennyi munkatárs, vagyis összesen 28-an kérték az ingyenes és önkéntes tesztelésüket. Mi örülünk ennek a lehetőségnek, hogy ezt az ingyenes szűrést megkapjuk. A dolgozóink mindegyike szeretné ezt a szűrést, hiszen saját magunk, a gyermekeink, a szülők érdekében, a bölcsődei ellátás folyamatosságának az érdekében úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség. Szekszárdon az első héten 170 bölcsődei és óvodai alkalmazott, valamint a szociális területen dolgozó szakember vesz részt a szűrésben. Ács Rezső, a település polgármestere azt mondja, az első napok tapasztalatai kifejezetten jó Katolnai megyeszékhelyen, mert az önkéntes szűrés lehetőségét sokan kihasználják, fertőzöttet pedig eddig alig találtak a program során Szekszárdon. Szekszárd egyébként nagyon fegyelmezett, és köszönöm mindenkinek azt, hogy megfogadta a kérdésünket, tanácsunkat, ennek megfelelően jár el. Ez pedig azt jelenti, hogy tavasszal is alacsony számmal volt a fertőzés jelen a megyében és a városban is. Ez egyelőre még az ősszel is így van, remélem, hogy így fog maradni a végéig, és hasonlóan a tavasz időszakhoz meg fogjuk húzni egy viszonylag alacsony számmal a fertőzést. Ez viszont szükség van a szűrésre, a maszkra és minden intézkedésre, amit a kormány, illetve az önkormányzat hozott. A bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók, nevelők és tanárok országos önkéntes alapú koronavírus tesztelése hétfőn kezdődött. Tolna megyében hetente 4200 főt szűrnek majd egészen addig, ameddig az operatív törzs másként nem dönt.